Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Ma meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet tiszta a mi karácsonyi dolgunk, hanem Istenünk jósága és ember szeretete lakik a szívünkben. Krisztus világossága világítsa be a lelkünkbe, hogy nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevésség, a nagyra vágyás sötétsége. Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje a szabadítót. Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztet, add meg, kérjük, hogy egyszülöttedet és megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük, aki él és uralkodik mindörökön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy még Mária, kegyelemmel te is, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te védelmednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Advent negyedik vasárnapján, amikor a kezdőének Izaiás könyvéből így szól hozzánk ma, harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők hullassátok közénk az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje az üdvözítőt. Mi ma, advent negyedik vasárnapján arra kérjük a mindenható Istent, hogy legyünk olyanok, mint a föld, ami várja az esőt. Befogadó képesek, hogy magunk bűnbánó lelkületével, jóra törekvő szívével, adventet ünneplő lelkületével és a megtestesülést váró lelkülettel be tudjuk fogadni mindazt, amit a mindenható Isten ma ezen a szentmisén, ezen a napon adni akar. Hogy úgy szívjuk magunkba mindazt a sok-sok ajándékot, azt a sok-sok kegyelmet, amit az Úr adni akar, amivel meg akar ajándékozni, mint ahogy a föld magába szívja az esőt. Kérjük őt, hogy felé nyitott szívvel tudjunk élni. Szentmisén kezdetén ezért tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg mindazt, amivel a mindenható Isten fölségét megsértettük, önmagunk vagy embertársaink ellen vétettünk, és kérjük a mindenható Isten bocsánatát. Gyónó, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságot, mindenkor szeplődelek Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Áhász királyhoz. Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár a világ mélységeiből, akár felülről a magasból. De Áhász így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás prófita azt mondta. Halljátok hát Dávid háza. Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet, íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Istenem, legyen hála! Urunk, Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Urunk, Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Az Úré a föld is, ami betölti, a föld kerekség is minden lakója. Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, s a vizek árján ő tartja szilárdan. Úrunk, Istenünk érkezik, kiállhat meg az ő szent helyén, aki ártatlan kezű, tiszta szívű, akinek az esze nem jár csaláson. Úrunk, Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Az nyer áldást az Úrtól, és megigazolást üdvözítő Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely arcát kutatja Jákob Istenének. Úrunk, Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya.
szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket. Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a Szentiratokban előre megígért fiáról, Jézus Krisztusról, a mi úrunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott. A szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Alleluja! 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 Íme anya lesz a szűz és fia születik, fiának neve Emmanuel, vagyis velünk az Isten. Legyen veletek. És a lelkedet. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Még ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim Krisztusban! Az evangélium egy egyszerű tényállással kezdődik. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus születése így történt. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus születésének a története ez. És az átlagos zsidónak ez a hétköznapi bejelentés nem volt az ínyére. Nem így képzelték a Mesiásnak az érkezését. Nem egy pólyás kisbabát vártak, egy sírdogáló újszülöttet. Annak ellenére, hogy az írástudók ismerték a Betlehemre vonatkozó jövendőléseket, a népi vallásosságban a Mesiásnak váratlanul, meglepetésszerűen kellett volna megjelennie. Egyenesen a mennyből kellett volna érkeznie. Később is felrótták Jézusnak az ő származását, amikor kifejtették, hogy tudják honnan jött, hogy
tudják, hogy ki az anyja, hogy kik a testvérei, ezért nem lehet a messiás, mert a messiásról nem lehet tudni, hogy honnan érkezik. A zsidók túl hétköznapinak tartották Jézust ahhoz, hogy Isten küldöttjét lássák benne. És akárcsak ők, mi is várjuk Istenünk eljövetelét. És álljunk meg egy pillanatra, fontoljuk meg az ő megjelenését. Képzeljük el, hogyan látjuk működését ebben a világban. Ezért fontos, mert igen gyakran nem arról van szó, hogy Isten nincsen jelen, hanem arról van szó, hogy nem ismerjük fel őt. Mivel másként képzeljük el az érkezését és jelenlétét. Igen gyakran Jákobra hasonlítunk, aki álmából felriadva felkiáltott, hogy valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. És a várva várt messiás nem felhőkön és villámokon keresztül érkezett, hanem kicsit kisarkítva mondom, egy falusi nő 9 hónapos terhessége útján. Normális fejlődési folyamat kimeneteleként, amelyet magába foglal a gyermekkor, a fiatalkor és a felnőttkor érési szakaszai. És mindez arra hívja fel a figyelmünket, hogy a mi Istenünk része annak, amit mi szürke hétköznapoknak nevezünk. Isten azokban az emberekben látogat meg minket, akik körülöttünk születnek, élnek és halnak meg. És gyakran nehezebb felismerni Istent a hozzánk közelebb álló, nekünk ismerős emberekben, semmint a rendkívüli eseményekben. Azt mondja Máté evangélista, hogy Jézus Krisztus születésének ez a története. És ez azt jelzi a mi számunkra, hogy az advent a vége felé közeledik. Mostantól kezdve ismerős, kedves jelenetekkel találkozunk az olvasmányokban, a gyermek, az angyalok, pásztorok. De ez az evangélium tele van emberi drámával, amire jó lesz odafigyelnünk, mert mindannyiunk élethelyzetét tükrözik. Mert Mária és József emberi és hitbeli drámájáról van benne szó. József első reakciója a híre, hogy Mária gyermeket vár, teljesen emberi. És csak arra a feltételezésre épülhetett, hogy Mária hűtlen lett hozzá. És ez a gondolat leteperte őt, szégyenbe és a kiábrándultságba döntötte. És vallás ebben a kérdésben nem volt segítségére, mert hithű zsidóként biztosan ismerte azt a törvényt, hogy a leányanyát ilyen esetben meg kell kövezni, semmint hogy szégyent hozzon a kiválasztott népre. És József nagyságáról vall az a tény, hogy a megkövezés nála nem jöhet számításba, mert ő nem volt bosszúálló ember. Elhatározta, hogy csendben félrevonul és egyedül éli tovább az életét a fájdalmával. De Mária helyzete sem kevésbé drámai. Őt is érzelmek tengere borította el. Önzetlenül átengedte magát az Isten akaratának. Most azonban Jeremiás próféta szívszaggató gondolatai kellettek, hogy csengjenek a fülében, hogy az Úr szava csak gyalázatomra vált és csúfságomra. Úgy tűnik, mintha Isten furcsa dolgokat művelne az ő barátaival. És egészen biztos, hogy Mária Istenhez fordult segítségért. Végül is ő helyezte a szíve alá megígért messiást. És hogyha valójában nem igen is értette, hogy mi történik vele, és hogy hogyan alakulnak majd a dolgok, mégis hitt. Hitt abban, hogy Isten tudja, hogy mit művel. És megbízott benne. És ez az, ami megtartotta őt. Az Istenbe vetett
feltétel nélküli hit, és az Isten gondviselésébe vetett rendíthetetlen bizalom. Józsefről még csak annyit, hogy az ő válsága nem okozott neki álmatlan éjszakákat, mert ő is tudott bízni Istenben. Ezért lefeküdt és csendesen elaludt. És Isten álmában bátorította őt, hogy vegye magához Máriát. És ennyi elég volt neki. Akárcsak Mária, József sem értett sok mindent, ami körülötte történt. De nem követelte meg, hogy belelásson Isten terveinek a titkába. Ő is meg volt elégedve annyival, hogy Isten alázatos szolgája legyen. És mint mindig, a mindenható Isten tudta, hogy mit tesz. Mária és József nagyszerűen illettek egymáshoz, amire szükségük is volt. Belegondolva mindabban a sok megpróbáltatásba, amelyek az életük folyamán érték őket. Félreértések, téves feltételezések, félelmek, kiábrándulások, minden élet velejárói. Néha József helyzetében érezzük magunkat, amikor a jövőre vonatkozó szép terveink, álmaink összetörnek egy pillanat alatt. Máskor Mária helyzetében találjuk magunkat, amikor tévesen ítélnek meg bennünket, de az Istenbe vetett feltétel nélküli hit és rendíthetetlen bizalom az, ami megtart. Hogy bármilyen legyen is a válságunk, Isten nem hagy magunkra bennünket. A mi részünkről csak azt várja, amit József és Mária előttük megtett, hogy vessék bele Istenbe minden bizalmukat, és lépjenek rá a remény útjára. Ez az evangélium két fontos tanúságot tartalmaz. Az első, hogy amikor Isten belép valakinek az életébe, akkor vele megjelennek a nehézségek is. És a második, amikor megérkeznek a nehézségek, akkor velük együtt megérkezik az Isten is. Az advent, a várakozás. És ennek a várakozásnak két arculata van. A türelmetlenség és a virrasztás. Valahogy az a benyomásunk, hogy az ember nem tud várni. Különösen a gyerekek nem. Ha valamit megkívánnak, azt azonnal meg akarják szerezni. Valamikor várniuk kellett az óhajtott játékokkal a karácsonyig, ma a szülők vagy valamelyik nagynéni azonnal megveszi nekik. Sok mindennel vagyunk úgy, hogy megvesszük azonnal. Nem azért, mert hogyha szükségünk lenne rá, hanem mert meg tudjuk venni. És ennek az azonnali akarásnak az egyik formája a könnyű meggazdagodás illúziója. Sok pénzt nyerni szerencsejátékokon, és hirtelen milliómossá válni. De a várakozásnak mindemellett van egy pozitív, bibliai formája is, a virrasztás. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy virrasszanak. Az advent a várakozás ideje. Az elmélkedés, várakozás a Szentlélek ihletére. Egész életünk várakozás az Úr második eljövetelére. Mert Isten érkezését nem lehet kicsikarni. Ez a várakozás a mindennapi életben azonos a kitartással. Nem passzív várakozás, hanem aktív odafigyelés, hogy szívvel és lélekkel jelen legyünk minden munkánknál. Ezért kérjük ma Szent Józsefet és Szűz Máriát, hogy tanítson meg mindenre bennünket. Mert valamennyiünknek olyanokká kell válnunk, mint ők. És hogyha már itt vagyunk a célegyenesben, karácsony ünnepe előtt, eszünkbe jut, hogy a legtöbb karácsonyi ének szövege inkább a gyermekek versfaragásához hasonlít, mintsem nagy költők poéziseire. És pontosan erre a gyermek
önfelett lelkületre van szükségünk ebben a rohanó, dübörgő világban, amikor talán azt gondoljuk, hogy minden olyan iszonyatosan fontos. Ezen a szent éjszakán semmi sem iszonyatosan fontos. Egyedül az a kisded, Assisi Szent Ferenc sírt és bégetett, mint a bárány, miközben a karácsonyi jelenetet szemlélte. A szeretet elsodró erejét semmi sem képes megállítani. A szeretetet sok víz sem képes kioltani. A szeretet erősebb, mint a halál. És ez a szeretet karácsonykor ott fekszik a kisded alakjában, karácsony szent éjjelén, a betlehemi jászolban. És miénk ez a szeretet? Ezért kell beszélnünk erről, és hagyni, hogy ez a lelkület és ez a lendület sodorjon bennünket. Amen. Hiszek az egy Istenben. Isten az Isten szentől, világosság a világosságtól, valóság az Isten, de valóság az Isten Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden Atyával egy. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállunk a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberéről. Pontius Pilátus alatt értő keresztre feszítették, kihalál szenvedett és elmenették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának ünnepezzége. Hiszek a Szent Lélekben, Úrunkban és féltetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavára. Hiszek az egyszerűen katolikus és apostoli egyszerűen egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, testvéreim, az Úr közel van. Azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot. Kérjük tehát bizalommal. Urunk Jézus Krisztus, tisztítsd meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljövetelet szent ünnepét. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét, szent békességgel és reménységgel. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, enyhítsd a szegények ínségét, karolt fel az elhagyottakat. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, éget, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, vezess megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, éget, hallgass meg minket! Urunk, mindenható Istenünk, végtelen szeretet, a Te gondviselő jóságodba ajánljuk Berecki József testvérünket. Állj mellette gondviselő jóságoddal és kísért segítségeddel. Ajándékozz meg őt a gyógyulás ajándékával. Hallgass meg, Urunk! Én téged, hallgass meg minket! Mindenható Istenünk, a Te szeretetedbe ajánljuk elhunyt testvéreinket. Add, hogy annak az ünnepnek, aminek mi most a megünneplésére készülünk, a szeretet ünnepére, elhúj testvéreink ennek teljességét és tökéletességét elnyerhessék a mennyei haza örömében.
A te boldogító színelátásodban vég nélkül dicsőíthessenek téged, égi édesanyánkkal, Szent Józseffel és minden szenttel együtt. Így imádkozunk Szuperág Gergelyért halála évfordulója alkalmából, valamint Erzsébetért és a család összes elhunyt tagjának lelki üdvéért, Lakatos Magdolnáért halálának évfordulója alkalmából, és a család többi elhunyt tagjáért hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Megváltó Jézusunk, egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, mert én nem is életére és dicsőségére, mindannyiunk és a egész nagy Szentlélek házára. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjunk, és így imádságban mérasztva, dicséretében újjonkba találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, velük együtt vég nélkül énekeljük. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá a szent lelkedet,
hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhalljuk föltámadásodat, ami ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, Miklós segédpüspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájukon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is, minden, ami kenyerünket,
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Hallani a minket táplálni, önmagával táplálni akaró és hozzánk szólni akaró Istent, ezért a szent áldozás csendben történik. Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
íme a szűz fogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fia csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, jövő héten vasárnap, Szent Család vasárnapja lesz. Szokott időben reggel 8 órától kezdődik a szentmise. Ezen a szentmisén különlegesen is imádkozunk a házasságokért és a családokért, és a szentmise végén külön is megáldjuk őket. 24-én, szenteste, 20 órakor, tehát 8 órakor kezdődik a szentmise. 25-én, karácsony napján 9 órakor, 26-án, karácsony második napján pedig 8 órakor lesznek a szentmisék. A templomunk takarítása, szépé tétele az ünnepre holnap, vagyis hétfőn délután 2 órától lesz. Szeretettel kérném a kedves testvéreket, hogy aki csak tud, jöjjön el és segítsen, hogy szépé tegyük a templomunkat az ünnepre. Tudjuk, hogy ilyenkor karácsony ünnepéhez kötődően elindul a betlehemi láng Jézus szülővárosából, Betlehemből, szerte a világ minden tájára, azokhoz a keresztényekhez, akik ünnepelni akarják, megváltójuk földi születésnapját. Aki szeretné hazavinni otthonába a betlehemi lángot, kérem hozzon a mécsest magával 25-ére az ünnepre. Még holnap, vagyis hétfő lesz gyónási lehetőség 16 órától, tehát 4 órától, körülbelül 3-4-5-ig. Most a szentmise után a régiség vásár tartanánk, itt, ami ki van téve az asztalra, ugye, hogy a régi megmond, de még jó állapotban lévő dolgainkat igyekeztünk elhozni, aki elhozta, és tettük ki az asztalra. Amit bárki megvásárolhat idézőjelesen, ugye a szokott módon, vagyis ki mennyit ad érte címszóval. Tehát, hogyha valami megtetszik, ha 5-10-20 grivnyát tudok rászállni, amennyit rá tudok szállni, oda teszem, és elveszem azt, ami tetszik. A bevételt hozzátesszük a karácsonyi jótékonyságra szánt pénzünkhöz. Szintén lehet folytatni a karácsonyig mindenképp az ott felejtett üzenet, játékot. Amint ahogy mondtam, arról szól, hogy egy kis cedlire írok egy egyszerű üzenetet, legyen szép napod, vagy áldjon meg az Úr, vagy egy szentírási idézettel. Ezeket a községben járva útközben úgymond ott felejtjük, egy oszlopon, egy kerítésen, egy padon, bárhol, ahol mások megtalálhatják, és ezzel szerezhetünk egy szép napot nekik. Lehet jelzést rátenni, vagy kiegészíteni egy kis édességgel, ez a fantáziánkon múlik. Ennek egyszerűbb változata a barátainknak szóló postaládába dobott kedves üzenet név nélkül. Megkérném a képviselőtestület tagjait, maradjanak itt a szentmise után egy rövid megbeszélésre. Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik a születés vagy a névnapjukat. Ahogy szoktuk mondani, az angyalok tisztasága, a királyok alázatossága és a pásztorok egyszerűsége vezessen el bennünket a megváltónkhoz. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk. Az ünnepi miserendet a hirdetőtáblán megtalálhatják. Most a kicsik megáldása következik.
Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közé, és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljöveteljének fényességével, árassza rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy földi élet küzdelmei között állhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben és tevékenyek a szeretetben. Ti, akik most megváltunk test szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát, és ő méhében fogadná Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, marasztal vagy teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, marasztal vagy teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, marasztal vagy teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja, könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyeli üzenet által szent fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.